Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Weekend nézőit, színház, tánc, filmek és játék, csak címszavakban, hogy mi mindenről lesz szó a mai adásban, azonban egy valamivel még adósok vagyunk, mégpedig azzal, hogy megnézzük, hogy mi minden vár ránk ebben az esztendőben, vagyis 2019-ben, ennek a megfejtésében pedig Molnár Piroska segít nekünk. Szia, üdvözlünk! Hoztál nekünk kártyákat is, ami majd a megfejtésben segítségünkre lesz. Milyen kártya ez egészen pontosan? Ez a taró. A taró az az egyik kedvenc kártyám, ugyanis a léleknek a tükre. Tehát, hogyha egy egyéni tanácsadásnál járunk, akkor annyi, azért könnyű a tanácsadónak a dolga, mert tulajdonképpen saját magadnak üzensz. És tehát ez nekünk nagyon-nagyon közeli kapcsolatot tud hozni akár a kérdezővel, fel tudjuk tárni az ő lelki mélységeit, az adott feladatait, hát és főbb kérdéseire a válaszokat is megadja. Hát tulajdonképpen a kérdező saját magának. Hú, ez nagyon izgalmasan hangzik, és itt műsor előtt mi megbeszéltük Ditkével, hogy én leszek az az alany, akinek majd egy egyéni jóslást is csinálsz. Igen, lehet ezt jóslásnak nevezni egyébként? Én nem nagyon szeretem ezt a kifejezést, mert én inkább tanácsadást használnék. Tulajdonképpen én nem mondhatom meg senkinek, hogy mit tegyen, vagy mit csinálhatom. Tehát, tehát valóban javasolhatok neki dolgokat, de tehát szebb az, hogy tanácsolom. Uh-huh. Akkor inkább tanácsadásnak nevezzük, mint jóslásnak. Számmisztikával is foglalkozol, ami pedig a számmisztikát illeti 2019-re. Mit tudsz nekünk előre mondani? Milyen év vár rá? 2019 egy hármas évünk lesz. Ha most kollektíven kellene egy tanácsot adni, most akár a világhelyzetét nézve, vagy akár az ország helyzetét nézve, tehát teljesen pontos dolgokat ilyenkor nem tudunk mondani. De ugye a hármas szám az olyan kis meseszám is. Azon kívül, hogyha egy kicsit magasabb szinten gondolkodunk, akkor a testléleknek a száma, az Atyafiú Szentléleknek a száma, tehát mindenféleképpen én azt szoktam mondani, hogy ebbe az időszakban lehetünk egy kicsit szerencsésebbek. Na de, hogyha most tartunk például ott, hogy a világ helyzetét nézzük, ugye az Atyafiú egy kicsit a vallásnak is a száma a hármas, és hogyha most körbenézünk a világba, azért látjuk, hogy elég furcsa események történnek, tehát akár ez a helyzet elmehet egy szélsőséges dologig is, de azért reménykedjük, hogy a hármas meseszáma azért segíteni fog kollektíve mindannyiunkat. A hármas száma Jupiternek a száma. Magyarország, ugye egy nyilas ország, a uralkodó bolygó Jupiter, tehát várhatjuk azt, hogy talán egy kicsit jobb lesz a helyzetünk, segítségeket kapunk, tehát mindenféleképpen én azt gondolom, hogy próbáljunk meg pozitívan tekinteni a jövőben. Sok mindent meg fog próbálni egyébként ez az év. Az emberi kapcsolataink változhatnak, viszont ami, tehát egyénenként különböző művészi hajlamok előjönnek, tehát mindenki inkább a pozitív dolgok felé fog tulajdonképpen fordulni. Ami nagyon fontos egyébként, hogy értsük meg azt most ebben az időszakban, hogy nem lesz, aki elvégezzen helyettünk dolgokat. Tehát a hármas szám az a saját teremtő képességünk is. És tehát mindenkinek egy kicsit meg kell ismerni az igazi helyzetét, tehát azzal szembenézni az önvalóját, mire vagyok képes, mire nem vagyok képes, és tehát önmagamból kihozni, önmagam teremtő képességét felfedezni. Ugye mondtad itt ezt a varázs szót, vagy kulcs szót, hogy önmagunknak teremtünk, de azért mégis ugye a kártyák valamit súgnak, ezeket lehet erősíteni vagy tompítani? Most lehet, hogy ez ilyen nagyon buta kérdés lesz, de mondjuk, hogyha azt mondja a kártya, hogy gyarapodás és anyagi bőség, akkor arra rá tudok erősíteni valahogy, hogy a lottó ötöst azt tényleg bevonzam magamnak? Hát akár, de tehát szerintem ez egy egész szélsőséges kívánság lenne. De szerintem általános. Ez így van. Legyen. Ez a pozitív gondolat. Hogy az én életemben ez egy teljesen általános dolog. Tulajdonképpen, hogyha egy személyi tanácsadást nézünk, akkor ugye mivel egy hármas évben járunk, én azt tudnám neked mondani, hogy a te személyes évedben lehetsz igazán szerencsés. Tehát ott kapod meg a legtöbb támogatást.
Én, hogy ha valaki eljön hozzám, ugye mindig azt nézzük meg, hogy ő az adott helyzetéből, hogy tudja a megoldásait megtalálni, vagy épp egy jobb helyzetbe belekerülni. Ugye a számlisztika szerint 9 évekre vagyunk felosztva, és ugye minden egyes évhez tartozik egy-egy életfeladat, amiben én támogatott vagyok. Ha azt teszem nagy mértékben, tehát egy 60-70%-ban az életemnek a mozgatórugója ez az életterület, akkor a többi is követi, tehát követi az egészség, a pénz, akkor egy harmóniát tudok kialakítani az életembe. Tehát innentől kezdve, hogy kanyarodjunk vissza a kérdésre, ha neked anyagi bőségről beszélgetünk, hogyha neked most pont egy karrieridőszakod van, akkor te szerencsés vagy, de hiába az, tehát ha nem azt az időszakot támogatják, akkor is el fog jönni, csak akkor egy picit várni kell rá. Na most már annyi izgalmas dolgot mondtál, akkor szerintem csapjunk bele, hogyha már átpasszoltad nekem. Hát, nézzük meg azt a kártyát, hogy hogyan működik, jó? És akkor jó. Közben elmondod, hogy mi minden vár rám. Egy picit rákészültünk egy pár percben, ugye itt az elején. Hát nem véletlenül választottatok téged ebben a kis tanácsadásban, ugyanis te egy mesterszámmal születtél, a 11-el. Hát ennek vannak szép oldalai és árnyoldalai is. Az árnyoldalára hívnám fel a figyelmet, jaj, hogy a 11-es, nem, tehát a 11-esnek tényleg nem szabad negatívan gondolkodni. Mert ugye a mesterszámosok sokkal könnyebben megteremtenek dolgokat maguknak. Én tehát tudatosan figyelem magam, ha mondjuk már fél órája hülyességeken, rossz dolgokon gondolkodok, akkor vegyem észre, és akkor próbáljam meg a gondolataimon felülírni. És azért érdekes most tulajdonképpen ez a helyzet, mert hiába egy hármas általános évünk van, de a te személyes évedre a 11 jön ki, tehát leredukálva a 2-es. Na most ilyenkor én azt szoktam mondani, hogy ez mindig egy tükörév is, mert szembe kell nézni magunkkal a képességet, tehát önmagamnak a fejlesztése, ami nagyon-nagyon fontos. Tehát fejleszem azt, tehát csináljak olyan dolgokat, amit szeretnék, tanuljak valamit, tanuljak a hibáimból, ez lenne az egyik legeslegfontosabb, és hát hogyha leredukáljuk a 2-es évet, akkor előtérbe fog kerülni egy picit a nőiességed, a szépséged, a harmónia érzék, a harmóniára való törekvés, tehát ugyanakkor az árnyoldalat, mert ugye egy kétpólusú világban élünk, az, hogy ebben az évben a türelmet kell megtanulni. Tehát ha azt szeretném, mivel hogy neked jövőre lesz születésnap után az a hármas év, aminek nagyon fogsz örülni, az meg fog téged próbálni most egy icipicit ebben az évben. Na, nézzük meg azt a kártyát akkor, mert az időnk az nagyon fogy, és szerintem a nézők is kíváncsiak arra, hogy hogyan is néz ki ez a kártya, és hogyan lehet ezt használni. Én már nagyon kíváncsi vagyok, hogy akkor ezek után, amit elmondott eddig, én ugye is. Piroska, most a kártya mit mond neked? Én azt hittem egyébként, hogy az elmúlt 2-3 évben megtanultam a türelmet, de akkor ez majd most idén kiderül, hogy valóban így majd van. Majd az élet próbára tesz. Kellek én is hozzá, igen, gondolom, kell. Húznom kell majd. Mindenféleképpen én azt szeretném kérni, hogy 10 lapot húzzál. 10 nekem. Lapot? Csak így húzzam ki, vagy adjam is oda neked? Ide. Itt teljesen. A sorrend számít? Igen. Ajajaj. Hánynál tartunk? 5, 6, 7, 8, 9, hát is akkor legyen ő a 10-es. Jaj, nagyon izgi. Bár annak, aki hisz ebben, persze. Középen egy olyan kártyád áll, ami egy nagyon pozitív előrejelzés azzal kapcsolatban, hogy elég határozott és stabil vagy ahhoz, hogy a sikereidet el tud érni. Na most ehhez a támogatást meg is fogod kapni olyan emberektől, akik közel állnak hozzád, akik egy kicsit szeretnek. Elég sok elfoglaltságod lesz egyébként a családodnak a területén is. Ők is támogatóan állnak a te előrehaladásodhoz, de ugyanakkor, amit az előbb mondtam, hogy egy kicsit a türelmet kell tulajdonképpen megtanulni, tehát lélekszinten is ugyanezt mutatja a kártya, hogy többször kell majd magamat visszarántani a középpontomba, hogy nyugodt tudjak maradni, mert jó döntéseket és sikeres döntéseket csak akkor fogok tudni meghozni, hogyha én egyensúlyba vagyok. Na nézzük, egy
egy változás, egy letisztulása a dolgoknak az tavasz környékén fog elkezdődni az életedben. És hát nem véletlenül hoztad azt a példát, hogy a sikerek és az anyagi bőségnek a lehetősége esetén mi történik. Hát neked most pont ez van a karmádban, hogy meg kell tudni teremteni a saját biztonságomat. Annyira jó, hogy itt vagy, és ezt hallom. Folytasd csak, nagyon jó. Meg kell teremtenem a saját biztonságomat, egy kicsit anyagiasabban kell gondolkodni, ami szerintem eddig annyira nagyon nem ment, mert a te lelkedre azt hozza a kártya, hogy egy nagyon szárnyaló lélek, tehát biztos vagyok benne, hogy ami egy kicsit a művészeti irányba viszi a dolgokat, az sokkal jobban érdekel, viszont most pont itt kell erősnek lenni, és egy leszállni a földre bizonyos időközönként. Ha a vágyaid szerint tudsz élni, és a karrieredben is lesz kitűzve cél, akkor azt mondja a kártyát, hogy ahhoz te tulajdonképpen támogatást kaphatsz, és ami nagyon-nagyon jó hír, az, hogy a saját sikeredet csak te ronthatod el. Tehát azt mondja a kártyát, hogy te szúrhatod magad hátba. Tehát azt tudom, hogy most türelem, kivárom a lehetőségeimet, de felkészülök rá, és akkor egy teljesen új lapokkal fogod tudni kezdeni a következő évet. Sokat tudnék még beszélni, de egy nagyon nagy változás előtt áll az életed, tehát minden új alapokról fog indulni, és egyelőre tehát nagyon pozitív és nagyon sikeres támogatást fogsz hozzákapni. Hát Piroska, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Én külön köszönöm, hogy ezt mindet felfedted. A nézőknek nem árulunk el többet, hogy mit mond még a kártya. Mi egy kicsit még ezt folytatjuk. Rendben, igen. Addig viszont, amíg átszámoljuk ezeket, meg átgondoljuk, hogy mi is hangzott itt el, addig önöket egy kicsit elvisszük színházba. Igen, színházba fogunk menni. Önöket elvisszük tehát egy picit a Móricz Zsigmond Színház ugyanis két gyermekelőadás olvasó próbáival már megkezdte a 2019-es évet, mi pedig beszélgettünk egy kicsit a rendezőkkel. Hulda, egy űrszörny szállt le a parton. Nyálkás csápjai vannak, amik úgy világítanak, mint a medúzák. A foga élesebb, mint a vajkenőkés. Hogy mi? Millió feje van és mérges tapadó korongokkal teli csápjai. Nem már, én úgy láttam, mintha meleküljön! Egy gyerekdarab kerül megrendezésre a Művész Stúdióban. Mi az, amitől igazán különleges lesz a kék bolygó? Amitől igazán különleges lesz, az, hogy nem lesz benne semmi különleges. Tehát igazából én szeretném folytatni azt a metódust, ahogyan korábban a Sárkányölő Krisztiánt is csináltam, hogy egy félig interaktív, közösen összerakott előadást hozunk létre a gyerekekkel, természetesen irányítva, vezetve őket. Az előző darab tapasztalata alapján működik ez az interaktív? Mennyire lehet bevonni a gyerekeket? Nagyon, nagyon, nagyon működik. Nekünk kell észen lenni, hogy mennyire engedjük el a gyeplőt. Tehát, hogy nagyon lehet őket vezetni, nagyon szívesen játszanak közösen, és sokszor kiderül, hogy az ő fantáziájuk sokkal gazdagabb, mint a miénk. Mit lehet tudni a szereposztásról? A szereposztás az egyelőre még titok, mert egy nagyszabású, egy sokszereplős darabot írtam át kamara változatra, és ezért mindenki mindent játszik. Tehát ilyen értelemben a szereposztásnak nincsen különlegesebb fontossága. A kék bolygó nagyon sejtelmes cím, miről szól a történet? A kék bolygó nyilván utal a Földre. Ez egy 12-10 évvel ezelőtt bemutatott izlandi gyerekelőadás, az Izlandi Nemzeti Színházban mutatták be. Annyit elárulhatok róla, hogy egy bolygóról szól, ahol csak gyerekek élnek. Nagyon izgalmasan hangzik. Mit vár ettől? Hogyan fogják fogadni ezt a gyerekek? Mert nem egy klasszikus meséről van szó. Azt nem tudom, hogy hogyan fogják fogadni. Azt tudom, hogy a próba folyamat alatt is többször ilyen úgynevezett tesztcsoportokkal fogunk dolgozni. Tehát egy-egy részét az előadásnak, egy-egy foglalkozás jellegét, azt kipróbáljuk korábban is velük, hogy ez minél jobban a kezünkben legyen. Hamu Pipőke egy mindenki által szeretett rajzfilm és mese. Mennyire volt nehéz, vagy éppen könnyű ezt feldolgozni?
Mivel azok az anyagok, amik szóba jöttek, hogy mi alapján kezdjünk el dolgozni, nagyon tág és nagyon sokszínű volt, ugye rengeteg feldolgozása van ennek a témának, ezért mindenképpen inkább azt mondom, hogy nagyon izgalmas és kalandos útnak a hát nem is tudom, melyik szakaszában vagyunk, ugye magát a próba folyamatot most kezdjük. Tehát egy nagyon kalandos útra léptünk rá, ami igazából úgy kezdődött, hogy az eredeti Rossini operából indultunk ki. Ennek a librettóját újrafordította a színház dramaturgja Sediánszki Nóra és vele társként Perczel Enikő. Legelején úgy volt, hogy akkor ebből indulunk ki, és ennek ezt a szövegkönyvet fogjuk használni, aztán pedig rátaláltam egy romhányi féle szövegkönyvre, ami meg egy két felvonásos nagy mesejáték, és nagyon-nagyon izgalmas volt, és most ott tartunk igazából, hogy ebből a két műből kezdtünk el gyúrni egy sajátot, így valamelyest opera is lesz, valamelyest mesejáték, valamelyest zenés feldolgozása lesz ennek a dolognak. Ebben az egész összeállításban Kardos Tünde volt nekem nagyon nagy segítségemre, akivel közösen összepofoztuk ezt a példányt, amivel ma fognak reggel találkozni a színészek. Ez így már az elmondás alapján is nagyon izgalmasnak hangzik. Milyen arányban kapnak szerepet ebben dalok, illetve táncok, illetve mennyire maga a párbeszéd? Az operai világot mindenképpen megtartanám abból a szempontból, hogy szinte azt tudom mondani, hogy folyamatos zenei aláfestése van a történetnek, hogy ez hol énekbeszéd, hol csak zenére való rábeszélés, hol valóban dal. Ez igazából függ attól is, hogy tudunk neki indulni ennek a történetnek, illetve hogy amit mi elgondoltunk papíron, az valóban jól áll-e ennek a dolognak, illetve a társulatnak, de én ebben nagyon bízom, hogy valamilyen jó hangulatú, izgalmas, kísérletező próba folyamatnak nézünk elébe. Mindig nagyon fontos, hogy kik lesznek a főszereplői, mit lehet tudni a szereposztásról? Hamupipőke szerepében Munkácsi Anitát láthatjuk. Mostoha például, ez is egy érdekes történet, Urmai Gábor lesz. Igen, a két mostoha testvér, Széles Zita és Horváth Réka lesznek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas szereposztást kaptam. Tóth Károly lesz például egy folyamatos segítője, Ali Dóró névre hallgat, ő az, aki folyamatosan kíséri az útját Hamupipőkének, és mindenhol megjelenik, és ahol csak tud, segít a szerelmeseknek. Nagyon-nagyon fontos, hogy azt megtaláljuk így közösen ezzel a nagyon erős szereposztással, hogy mi az a pillanat az ember életében, vagy mik azok az okozók, vagy mik azok a tényezők, ami miatt az ember úgy dönt, hogy ő esetleg nem alkalmas valamire. És ez szerintem az egyik legfontosabb küldetése ennek a dolognak, hogy ezt eljuttassuk a gyerekekhez, hogy hiába vannak olyan hangok az életünkben, amik azt mondják, hogy nem, és nekünk nincs esélyünk, ezt nem feltétlenül kell elhinnünk, és van az a pont, amikor rá kell jönnünk, hogy mindenért igazából egyedül mi vagyunk a felelősek, és hogyha kellő erőt érzünk hozzá, akkor meg tudjuk lépni, bele tudunk lépni abba a bizonyos cipőbe, ami elvisz minket az utunkon. Ugye ez a nagy színpadon lesz ez a darab. Kiknek szól? Inkább gyerekeknek, mint az eredeti Hamupipőke, vagy inkább felnőtteknek? Mindenképpen gyerekkorosztály a célközönség, és szerintem én általában szeretem azért azt mondani, hogy családi történet, tehát hogy azt gondolom, hogy ez a bérleten kívül egyébként akár hogyha lesznek belőle hétvégi előadások, akkor a családoknak is nagyon, nagyon alkalmas. És pont talán az operaisága miatt én azt gondolom, hogy fontos, hogy ilyen dallamvilágokkal, még ha nem is nagyon erőszakosan, de megismertetni ezt a korosztályt. Elvileg, ugye...
színház után pedig táncos beszélgetéssel folytatjuk. Na persze nem fogunk táncolni a beszélgetés közben, maximum fejben. Isteni szerencse. Viszont Bujáki Anett és Oszlánszky Patrik táncol majd, de csak a beszélgetés után. Ők azok a megyebeli táncosok, akik szenzációs sikert értek el a Felszállott a Páva című tehetségkutató műsorban. Méghozzá döntők döntőjében, sziasztok! Gratulálunk először, és hát nagyon ügyesek voltatok. De mielőtt a döntőről beszélnénk, egy picit meséljetek, hogy egyáltalán hogyan kerültetek bele ebbe a műsorba, a legelső részekre gondolok. Hát igazából mi a Felszállott a Páva című műsort a Gyerekpávával ismerkedtünk meg velük, hiszen hál' Istennek volt az iskolánknak két tehetséges táncosa, aki ugyanúgy elkerült ebbe a Felszállott a Páva című műsorba, és ugyebár megtudtuk, hogy lesz felnőtt, és tavaly, 2007-ben pontosabban, mi is megpróbáltuk ugyanezt véghez vinni. Ugye szerencsénk is volt, vagyis eljutottunk az elődöntőig, de ugyebár 2017-ben az elődöntő után kiestünk. Igen, és akkor a döntők döntőjébe hogy kerültetek végül be? Visszahívtak benneteket nyilván. Igen, hát igazából úgy volt, hogy az 5 év legjobbjait hívták vissza. Szerencsére minket is visszahívtak, úgyhogy nagyon örültünk neki, kicsit meg is lepődtünk rajta, mert többnyire, főleg a szólisták közül, ott már mindenki nyert valamikor, mindenki eljutott a döntőig, és így még jobban örültünk neki, hogy minket visszahívtak úgy, hogy mi csak az elődöntőig jutottunk el. Mi játszódik le ilyenkor a fejetekbe, amikor megkapjátok a meghívást, hogy na akkor gyertek ti is, hogy nem nyertetek az előzőben, most mégis meghívnak minket. Ilyenkor mire gondoltatok? Azon kívül nyilván, hogy nagyon meglepődtetek. Hatalmas nagy öröm volt bennünk, és megtiszteltetés az, hogy tényleg gondoltak ránk, és úgymond ugye a legjobbak között lehetünk. Hát nagyon örültünk, vagyis én mikor meghallottam, amikor Andóni Kujbus Nóra felkészítő tanárunk felhívott minket, hogy van egy ilyen lehetőség, és hogy élünk-e vele. Hát persze, hogy élünk, igen, és nem hittük el egyszerűen Patrikkal, hogy van egy ilyen lehetőségünk, és persze, hát éltünk vele, és elfogadtuk a meghívást. Úgyhogy hatalmas egy megtiszteltetés. Mennyire gondoltátok magatokat esélyesnek egy ilyen meghívás után? Hát az elején úgy indultunk neki, hogy ugye, ahogy Anett is mondta, hogy nagy megtiszteltetés volt ez az egész, hogy minket visszahívtak, és lesz, ami lesz. Nagyon bíztunk a közönségbe, főleg Szabolcs megyébe, hogy elég erős ez a megye. Ugye hallottunk már több celebet is, aki innen Szabolcs megyéből kikerült. Én nagyon bíztunk benne, hogy Szabolcs megye, illetve a két város, ahol Anett is, vagy falu, ahol Anett is, meg én is lakok, így össze fognak fogni. Meg is lepődtünk az elődöntőn, hogy tovább jutottunk. Igazából abban a pillanatban sokan kérdezték tőlünk, hogy miért nem mosolyogtam például én, hát mert egyszerűen nem tudtam felfogni. Nem tudtátok elhívni. Igen, kicsit érdekes volt nálam az öröm, hogy nem az volt, hogy majd kiugrottam a bőrömből, hanem nem tudtam felfogni, hogy mégis milyen, mert ugyebár egy ilyen kicsit tévés vetékedőbe is ott lenni szólista párosként nagyon nagy megtiszteltetés és nagyon nagy feladat volt, amit hál' Istennek úgy gondoljuk, hogy jól teljesítettünk. Hát ezek szerint igen. Igen. És hogyan készültetek, miután ugye az elődöntőn is túl voltatok? Volt-e valami plusz, amit a felkészülés során csináltatok? Találtatok-e ki új elemet esetleg a táncba, vagy van már régi megszokott koreográfia, amit tökéletesítettetek? Hát annyit kell tudni rólunk, hogy mi általában mindig improvizálunk, főleg versenyeken is, tehát nálunk nem kötött formát van, hanem általában mindig más táncolunk. Szabad tánc. Igen, ugye ez az egyik hivatásunk is, hogy arra próbáljuk a gyerekeket is inspirálni, hogy minél jobban tudjanak improvizálni a színpadon, hiszen akkor jelenik meg igazából a gyerekbe is, meg ahogy nálunk is, hogy kinek milyen az egyénisége. Maga a koncepció az megvolt mind a három táncnál, hogy mégis milyen felépítésben legyen, igen, illetve mit, igen, és mit ne hagyjunk ki belőle, de próbáltunk minél jobban azt a képet mutatni, hogy improvizáljunk. Igazából a tévések ezt nem nagyon szerették, mert sose tudták a fényeket beállítani, meg ezeket a dolgokat, hogy mi mikor, hol vagyunk. De hál' Istennek jól sikerült. Ők így jártak, ti meg jól jártatok. Meg így van, pontosan. Igen, én közben kinéztem az operatőrökre, bőszen bólogattak, és szinte hallottam a fejembe a vezérlőből is, hogy igen, valóban. Igaz, hogy... És milyen volt a zsűri? Arról meséljetek még egy picit.
Hát igazából ugye 5 tagú zsűri volt a Főszállott a Páho című műsorba. Kaptunk hideget, meleget, előtte és utána is, akár az elődöntő, középdöntő vagy döntő előtt, utána, közben folyamatosan. Ugye annyit tudni kell erről az egész szakmáról, hogy mi elmehetünk bármilyen versenyre, mindig annak az öt vagy annak az adott zsűri számnak kell megfelelni, aki ott van. És ugye az 5 embernek, hogyha nem egyöntetően tetszik, vagy az 5-ből csak 4-nek tetszik, vagy 3-nak, ugye abból vita van. Ez érthető, úgy gondolom, hogy ez minden más szakmában is így van. Mi próbáltuk úgy csinálni a dolgokat, hogy mindenkinek próbáltunk megfelelni. Nem beszélve arról, hogy azt tartottuk legfontosabbnak, hogy magunknak feleljünk meg, nem annak az 5 embernek. Ugyebár annak is meg kell felelni, de ha már magunknak megfeleltünk, akkor már azt gondoltuk, meg úgy is van szerintem, hogy akkor már egyszerűbb és jobb ezt a dolgot csinálni a színpadon, ezt a táncot. A döntő után, talán a döntő után volt az egy dolog, mikor utána nem hallottunk se jót, se rosszat, csak mindenki gratulált. Csak a gratuláció. Igen. Úgyhogy szakmailag nem mondott senki semmit. Lehet, hogy még így nekünk jobb is. Szokták volt mondani, hogy a nincs hír, jó hír. Akkor igen, ez az esetetekben tényleg igen, igaz. Na még egy picit arról beszéljetek, hogy amikor ott álltatok a többi versenyzővel a színpadon az utolsó pillanatban, mikor kiderült, hogy végül ki fogja nyerni a ti kategóriátokat, akkor mi fordult meg a fejetekben, mi játszódott le bennetek? Igazából szerintem nekem is és Patriknak is, ugye a Rejtett Kincsek Damkóros Egyesületet támogattuk ugye nyereménnyel, és nekem a gyerekek voltak előttem, hogy igen, értük, szeretnénk megnyerni. Nem csak értük nyilvánvalóan, de az, hogy segíthetünk, mert mi a Fridenz Alapfokú Művészeti Iskolában dolgozunk pedasszisztensként, és nekünk mindig is a gyerekek voltak az elsők, igen, nekem is, és Patriknak is. És nekem az volt a szemem előtt, hogy Istenem, igen, nyerjük meg, és igen, és támogassuk őket, és segítsünk nekik. Úgyhogy nekem, míg fent voltunk a színpadon, én ezért szorítottam magunkért, hogy igenis értük, nyerjünk. Hát igen. Én konkrétan libabőrös lettem most, ahogy ezt a igen. Annyit kell tudni erről az egészről, hogy a középdöntőben, mikor bejutottunk, és ugye tovább jutottunk a döntőbe, akkor nekünk az volt az első szempont a középdöntőben, hogy teljesen mindegy, jussunk el a döntőig, ott, hogy mi lesz, majd kiderül. De mikor folyamatosan készültünk fel a döntőre, illetve találkoztunk ezekkel a gyerekekkel, nagyon nagy motiváció volt számunkra. Igen. De mikor letáncoltuk a döntőben a táncot, és láttuk, hogy 50-50% volt, ugye mutatták a tévében, hogy áll a szavazás, na akkor jött a para, akkor jött elő mindenkinek a telefon, össze-vissza telefonálgottunk, hogy még a végső... Szavazzatok, igen. És ugye... Hál' Istennek sikerült, és annak örültünk a legjobban, hogy nagyon jó helyre fog kerülni, azt gondolom, ez a pénz, amit mi megnyertünk. Mi konkrétan, mikor elindultunk tavaly, tehát 2017-ben ezen a Főszállott a Pálmán, nekünk nem az volt az első cél, hogy mi pénzt nyerjünk, hanem minél több tapasztalatot nyerjünk, illetve szakmaiságot, hogy megismerjen a szakma, a néptáncvilág, hogy itt Szabolcs megyében is van 2 olyan táncos, aki esetleg tud bizonyítani. Erre jött ugye az, hogy fel tudtuk ajánlani a domkoros gyerekeknek ezt a pénzt, az nyomott rajtunk egy pluszt, és úgy gondolom, hogy ez a gyerekeknek a jelenléte végig a tánc közben ott volt bennünk. Igen. Na hát ezek gyönyörű szép végszavak voltak szerintem. Igen. Hát gratulálunk nektek még egyszer, tényleg szuperek voltatok, és itt nekünk a második részben fogtok is táncolni. Tehát kedves nézőink, a második részben látjuk is majd a táncot, illetve fogunk filmekről is beszélgetni, és babákról is. Ha kíváncsiak, tartsanak velünk!